A kanyarú elleni védőoltást 1969-ben vezették be Magyarországon azért, mert előtte több nagy kanyarú járvány is volt az országban. A betegségre jellemző, hogy akik egyszer átestek rajta, immunissá váltak, még egyszer nem kaphatják el a kort, hiszen védettséget szereztek a betegséggel szemben. Az oltás bevezetése után a kanyarú járványok megszűntek, 1989-től pedig ismétlő oltást is adtak kanyarú ellen, a megbetegedések száma is csökkent. Az elmúlt két évtizedben Magyarországon az átoltottság meghaladta a 98%-ot. Az oltás és az emlékeztető oltás a szakirodalmi adatok szerint mintegy 99%-os védelmet biztosít. Magyarországon kanyarós eset 2002 óta nem volt, mindössze 12 olyan esetről történt jelentés, amit behoztak az ország területére. A kanyarú rendkívül ragályos fertőző megbetegedés, amely a kiütések megjelenése előtt már 4 nappal fertőzhet, és a fertőző képesség a kiütések eltűnését követően még 4 napig tart. A vírusos betegség cseppfertőzéssel terjed, a beteg az orr és a garat váladékával üríti. A kezdeti tünetek hasonlóak az influenzához, magas láz, légúti tünetek, kötőhártyagyulladás. Ezeket követően 2-4 nappal jelennek meg a bőrkiütések, amelyek a fejen és az arcon kezdődnek, és később a testen lefelé terjednek. Ezek néhány napig tartanak, és a megjelenés sorrendjében tűnnek el. A részleges oltási sorozattal beoltottak esetében a betegség lefolyása enyhébb, a szövődmények kialakulásának esélye kisebb. Magyarország keleti szomszédjában, Romániában jelenleg kanyarú járvány van. 2016. január és 2017. február között 3071 betegnél regisztrálták a kort, 16-an meghaltak. Ott a betegség főleg olyan csecsemők és kisgyermekek között terjed, akiket még nem oltottak be. A járvány Romániában elsősorban olyan közösségeket érint, ahol az átoltottság nem elég magas, 95% alatti. Az e közösségekhez tartozó családok jellemzően sokat költöznek, vagy folyamatos mozgásban vannak, nincs házi orvosuk és a gyermekeiket nem oltatják be. Március elején Makón ütötte fel fejét a betegség. A makói kórházzal összefüggésben 12 embernél merült fel kanyarú gyanú, 9 esetben a laboratóriumi vizsgálat igazolta a betegséget. Közülük egy ember a makói kórház betege volt. Makón elsősorban azok az egészségügyi dolgozók betegedtek meg, akik a betegellátás első vonalában dolgoztak és főként a Romániából érkező betegeket látták el. A makói eseteken kívül máshonnan nem érkezett bejelentés kanyarú gyanús megbetegedésről, ugyanakkor megerősítették a járványügyi felügyeletet. Makóra már hétfőn megérkezett az az oltóanyag mennyiség, amellyel elkezdték a betegek családtagjai, a kórház egészségügyi személyzete és a bentfekvő ápoltak oltását, hiszen most a legfontosabb feladat, hogy a járvány továbbterjedését megakadályozzák. Aki valamilyen okból nem kaphat oltást, azt úgynevezett passzív immunizációban részesítik, amely során az ellenanyagot juttatják be a szervezetbe. Az oltás a beadás után 2 hét elteltével ad védettséget. A tiszti orvosi hivatal felhívja a lakosság figyelmét arra, ha valaki influenza-szerű tüneteket észlel magán és kiütések jelennek meg a fején, az arcán, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a házi orvosával. Fontos, hogy előzetesen telefonon egyeztessen időpontot az orvossal, hogy a vizsgálat idején a beteg másokat ne fertőzzön meg például a váróteremben. Az 1969 után, de 1989 előtt születetteknél előfordulhat, hogy valaki csak egy oltásban részesült. Náluk az immunitás szintje az évek múlásával csökkenni kezdhet. Ilyen esetekben sajnos előfordulhat, hogy az oltás ellenére fertőz a kanyarú.